A budapesti Szent István Bazilikában szentmise keretében hajtottak főt a délvidéki vérbosszú 66. évfordulóján az áldozatok emléke előtt. Megemlékeztek Köröztös Krizosztom és Kovács Kristóf újvidéki szerzetesekről is, akik szintén a 44-es vérengzésben lelték halálukat. A misét Harmad Károly atya, az újvidéki ferences rendház főnöke celebrálta. Szentbeszédében a megbocsátásról és a megbékélésről szólt. A mai megemlékedésnek azt hiszem, hogy többszörös jelentősége van számomra, hívő számára elsősorban az, hogy ez egy ima volt az elhunytakért, mert közösséget érzünk velük, másrészt pedig emlékedés. A szentmisén többek között részt vett Schmidtné Makrai Katalina magyar köztársasági elnök felesége is, aki a szertartást követő fogadáson köszöntötte a jelenlévőket. Az emlékeket meg kell őrizni, hogy még egyszer ne forduljon elő, tanulni belőle mindent, amit lehet, de tulajdonképpen meg kell békülni, és nem szabad, hogy mi egy állandóan síró, szomorkodó, bánkódó és a fájdalmainkba elmerül a nemzet legyünk, hanem itt az idő, hiszen a Jóisten is úgy akarja, és megadta nekünk ezt az évet, ezt az idejévet, hogy lehetőség van nem magányosan, külön-külön, egyenként, az elszakított országrészek magyarjaival egyenként, mindenki megküzdeni a saját sorsával, hanem most már közösen tudunk küzdeni a jobbért. A 9. alkalommal szervezett megemlékezést követően a zarándokok találkoztak Kamarás Mihály ferences atyával, aki túlélte az elhurcolást, ma pedig a budapesti Margit körúti ferences közösség tagja.